Az elmúlt héten lezárult a nevezési időszak a labdarúgásban, és az MLS megyei igazgatósága véglegesítette, hogy mely együttesek indulhatnak a 2021-22-es bajnoki szezonban. Az elmúlt évvel megegyezően 109 felnőtt együttes vág majd neki a pontvadászatnak. Ahogyan az már megszokott, nem minden klub élt az osztályváltás lehetőségével, így az NB3-as osztályozón vesztes Talpa mellett akadtak szerencsés nyertesei is a besorolásnak. A május 29-i bajnoki zárásnál úgy nézett ki, hogy a Talpa ugye játszott egy rájátszást az NB3-ba kerülésért, sajnos a Fortuna nem volt vele a sorsolásnál, hiszen a legerősebb Békés Csaba 2-t kapta ellenfélül, és alul maradt, így nem tudott feljutni a bajnokunk az NB3-ba, ez azt jelenti, hogy a Talpa SC a 2021-22-es szezonban is a megyei első osztályban szerepel, valamint ugye a megye másodosztályú bajnokok közül, a három bajnokcsoport közül a Kálósemjén és a Gergelyi Ugornya se vállalta a magasabb osztályú kihívásokat, csak a Bátor vállalta. Ez pedig azt jelentette, hogy a megyei igazgatóság versenybizottsága a labdarúgás versenyszabályzatban foglaltaknak megfelelően feltöltési szabályzatot alapul véve kérte fel a következő csapatokat arra, hogy a megyei első osztályba szerepeljenek. Mind a kettő csapat, aki következett egyébként az első két helyen ezzel élt. Ugye legelőször a legjobb másodikot kellett felkérni, ez a Nyíregyháza Spartacus FC 2-es csapata volt, másodszor pedig a legjobb kiesőt, a 14. helyen végző Kemecse csapatát, és mind a két egyesület vállalta, így már megvan a 16 fős megyei első osztályú bajnokságunk. A megyei első osztályú kluboknak egy U19-es és egy U13-as vagy U16-os csapatot is kell indítaniuk, valamint a Bocsik programban U7-es, U9-es és U11-es gárdát is kell versenyeztetniük. A megye 2-ben egy U19-es együttes indítása kötelező. Az átigazolási szezon július 1-én kezdődött el. Július 20-áig felnőtt szinten szabad átigazolás van, ez azt jelenti, hogy az átadó klubnak nem kell az engedélye arra, hogy egy labdarúgó eligazoljon egy új egyesülethez, viszont július 21-től már csak akkor igazolhat el egy felnőtt korosztályú labdarúgó, hogyha az átadó klub, a jelenlegi klubja elengedi őt, és az átigazolási lapot aláírja, lepecsételi. Utánpótlás szinten július 31-ig van szabad átigazolás, viszont itt ugye meg vannak kötve a csapatok, hiszen az utánpótlás szinten működési költségtérítés fizetése kötelező, tehát annak ellenére, hogy adott esetben el lehet hozni úgy játékost, hogy az átadó klub nem engedi el. Ez csak abban az esetben lehetséges július hónapban, hogyha a maximális működési költségtérítési díjat kifizeti az új klubja. A megyei első osztályban az augusztus 14-15-i hétvégén kezdődik a bajnokság, az alacsonyabb osztályokban két héttel később rajtul a szezon. A Magyar Kupa országos főtáblájára feljutó hat megyebeli csapat már augusztus első hétvégén pályára lép. A Tarpa-Csenger megyei kupadöntőt augusztus végén vagy szeptember elején rendezik meg a Kisvárdai Várkerti stadionban.